Az Alba korábbi edzője Matthias Zollneri már a kékmezes ZTM mestereként ellenfélként érkezett Fehérvárra, és jól fel is készítette csapatát a feladatra. Az első negyed nagyobb részében a vendégek vezettek, az Alba pedig kapaszkodott. Mindkét oldalon előszeretettel dobták a triplákat a játékosok, ennek is volt köszönhető, hogy fordítani tudott a hazai csapat, de a második negyed megint inkább a kevésbé fáradt zalaegerszegiekről szólt. A Franciaországból nagy vereség után hazatért Fehérvár, a második negyed második felétől ismét masszív hátrányban volt, ennek mértéke elérte a 11 pontot is, amint csak szünet előtt közvetlenül sikerült kicsit csökkenteni. Bízhattunk persze az Alba hazai pályán híresen jó harmadik negyedében, és a Nichols vezette hazaiak meg is tették a magukét ebben a periódusban. A negyed utolsó két percét 8-0-ra hozták, ezzel sikerült visszavenni a vezetést. A negyedik negyedben aztán felváltva tűnt befutónak a két csapat, még 3 perccel a vége előtt is döntetlen volt. Vojvoda, Horn és Filipovics fontos kosaraival döntötte el végül a maga javára a meccset, és nyert 97-92-re az Alba, ezzel második győzelmét szerezve a bajnokságban. Jó mérkőzés volt, fej mellett mentünk végig, igazából ellabdás meccs volt, örülök, hogy keményen küzdöttünk, igazából talán az volt az 1%, hogy keményen jobban akartuk. Próbálunk úgy pihenni, hogy edzésen nem szabad elfáradnunk, taktikában kell felkészülni minden csapatra, igazából 3 naponta meccset játszunk, úgyhogy ennek ez a módja. Eddig így nagyjából megoldjuk, úgyhogy nem könnyű, de örülök, hogy ugye két fajta bajnokságban is játszunk. A feszített tempóban pedig nincs megállás, hiszen kedden már Észtországban a FIBA Európa kupában vár újabb meccs az Alba Fehérvárra.